Szerepelnek minimális feltételrendszerek is. Minden gazda érdeklődve hallgatta az állattenyésztéssel kapcsolatos újdonságokat Bonyhádon, a Tarka Fesztivál keretein belül megrendezett előadássorozaton. Most megismerhették az állattartók az állami támogatási rendszerben lényeges változásokat, illetve az új uniós szabályozásokról a tömeges állattartásban használt antibiotikumok terén is lényeges változásokról tartottak előadást. Az antibiotikum felhasználásának a mennyiségi felhasználását jelentősen csökkenteni kell, nem csak Magyarországnak, hanem az összes tagállamnak, illetve nagy mértékben szeretnék korlátozni a külföldről beérkező, nem megfelelően felhasznált antibiotikumot fogyasztó haszonállatoknak a termékeinek a fogyasztását, tehát mind baromfi, mind tojás, mind szarvasmarha. De akár a tejiparban történt változások főbb részeit bemutató előadáson is hallhattak sok újdonságot az érdeklődők. Italig alapvetően azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják a tejtermelőket napjainkban. Ugye az elmúlt években láttuk azt, hogy a piac óriási ingadozásokon megy keresztül, takarmány, aszály, de akár a tejek csomagolóanyagai, úgy mint alumínium, műanyag pohár, teljes doboz, tehát egy eszméletlen, egy nagyon-nagyon ingadozó piac, kiszámíthatatlan körülmények, ugye a történelmi aszállyal fűszerezve, egy nagyon kedvezőtlen euró-forint árfolyammal mindenek felett. Az állategészségügyi konferenciának egyébként közel 3 évtizedes múltja van már. A mostani a 25. volt.